Üdvözlök ismételen mindenkit, de látható, mit is csinálok. Nagyon sokan néznek folyton filmeket, sorozatokat, újabban ilyen játék streameket, ami mind-mind károsak az egészségre. Most ezt nem, egyszerűen nem tudom felfogni, hogy mit éreznek benne. Volt ilyen interneten több tudományos cikk, amiben az volt írva, hogy a 2-től a 10 éves korig 1,5 órát szabad nézni virtuális világot, tévékészüléket. Na, az nincs beleszámolva, hogy a gyermek újabb szokások szerint már kapnak már 3 vagy 4 évesen egy androidos telefont, amin játsznak. Eléggé rosszak ezek a felmérések, nem a valóságot szokták ábrázoltatni. Ez annyit jelent ki. Tesz ki, hogy a gyermek egy IQ-talan marad. Ez jó. Ilyen hatalmi szervezeteknek ez nagyon jó. Jó fogtok dolgozni? Olyan menőség ez a 14 óra hossza munka. Na, azt szedik a külföldi a lévő munkások 14 darab órát ne dolgozni. Folyton kevés fészé. De azt is kell nézni, azok a munkások mit is kapnak cserébe. Hát, elég szerintem eléggé kevés a 700 euró naponta van a helyol 14 orosz a napi szinten képesek ledolgozni. Ezek még a régebbi tartoznak, ahol még nem volt ez a smart telefonok, hogy ennek alkalmazok. Következőek, meg volt smart, meg folyton tét néztek, azon már képesek lesznek 16 óra hosszát is dolgozni. Dolgoznak, ad is nem kell törődniük, semmivel sem, nem kell gondolkozniuk, van fejük alatt fedél, vannak szünetek, újabban már ez ott kell a sorból, ez a legolcsóbb olyan muti cégeknek, kapnak egy pelenkát és összeszarják magukat. Össze fogják szarni, fosni magukat. Ez azt jelenti, hogy a szaró fosókorukban vannak. Benne már lassacskán nem a ebben az oldáskort próbálják motivációnak nem mesélni, hanem most már a csecsemőkort fogják beállítani, ahol még pelenkászva lettek. Kapta a pelenkát, eldobhatót úgy szintén, teleszarják a munkások, de itt nem bírják, de 8-szorosszát rajtuk kell lenni, megfogják, teleszarják, aztán meg eldobják. Levetik a munkaidőszak után, milyen 8-szorosszal, mert tényleg már ez másik szégem voltan. Perenkát kapnak, azt mondom, hogy 12 óra hosszat kell folyton dolgozni, nem szabad kiállni a sorbu. Dumálok már, én is már össze-vissza, hogy 8 óra munka. Ugyan már, de nincs az már, meg a valóság van. De ők cserébe kapnak védelmet, sem kell gondolkozniuk. Így sem kockázatuk, fix fizetés. Aki azt hiszi, hogy a pelenka káva, ahol dolgozik,
10-11 óra hosszát, az egyik fog élni, nem lehet tudni. Kézeljék ezt a sok szart, ami rá fog ragadni. Abba tocsogni, állni egy helyen. Hát, ez annak a jele, hogy az egyén az oktatásra legjobban hallgatott. Mert netán valaki nem hallgatott annyira az oktatásrendszerekre, a megbecsülésekre. Jaj, megbecsültlek a munkádért. Hogy lehet valakit megbecsülni? Azt sem nem tudja, legesnek, hogy mit is fog csinálni. Kap egy feladatot, nem kell gondolkoznia. El van magával. Vágjuk végre legyen a műszaknak. Elindít a film egy illegális oldalon a filmet megnéz, és kielezi magát a filmen. Vagy pedig eljár a kurvákhoz. Ocska kurvának, ocska minősége. Így igaz. És valami kurvák, akit a ilyen gyári munkások kurnak szét, most ugyan, az mennybe kerülhet? Melyre szét lehet már? Kurva? Ilyen mocskos lehet, baktériumos. Tényleg elfelejtem, a munkások nem mernek. Egyébként dugni, mert félnek, hogy rájuk maradnak. Nincs annyi eszük? Na mindegy. Másik téma fog lenni. Az a videónak a mégiscsak röviden, tudom én az előző részét már meg el első 2-3 percet nem tudtátok megegyezni. Nem úgy van írva, mint valami egyszerű utasítások. Itten komplex gondolkodási feladat van, hogy a gyermek csak az van felmérve az agybutításnak, amikor filmet, tévét néznek. De mi van, amikor a telefonjukat nyomogassák? Össze, vissza, az nincs sem felmérve, nincs sem beleszámolva, hogy ilyen internetes oldalak nem a valós adatokat adnak meg. A valóságban nem volna szabad a gyermeknek semmilyen virtuális világot nézni. Ha nézi, jó, meg kell büntetni. Na nézd. És itt van, és hát a szülők is már rászoktatták magukat, hogy filmeket néznek. Ilyen helyzetben már nem lehet nagyon segíteni sem már rajtuk. Ez a 21. századnak egyik károsítja. Szokás szerint a hatalmi szerveknek ez. Nagyon jó. Olyanok, mint az ördögnek. Nagyon jó. Ezért fel kell venni az ördöggel a harcot. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok.